Szervusztok, szép estét! Hi, good evening! Isten hozott mindnyájunkat! Welcome everyone! És a csodálatos este áll előttünk. We are going to have a wonderful evening. És csak szeretnénk köszönteni azokat, akik most vannak először Bibliaszól Isten tiszteleten. And we would like to greet those who are here for the first time at a Bible Speak service. Most vannak először, akkor kérném szépen, hogy ezt jelezze, úgyhogy fölteszi egy pillanatra a kezét. This is your first time here, then please let us know by raising your hand or rather stand up, please, so that the ushers could find you and give you a little gift. Elmondanám, hogy a mai ajándék egy álom utazás. And I would like to say that it's a dream holiday, today's gift. A Heaven Tours. Jó voltál. From supported by Heaven Tours. Oké, okay. Csak akkor így magunk között vagyunk. So akkor viszont volna egy-két fontos bejelenteni való. And we have some important announcements. Január 15-16-án Szlovákia. On the 15th and 16th of January, there's a Slovakian trip. Ez egy nagyon jó kis közösség lesz. And this is going to be great fellowship. És föl kell vennem a szemüvegemet ahhoz, hogy erről egyáltalán beszélni. I have to wear my glasses so that I would be able to talk about this further. Oh, hi. Tehát 8000 forint, és ebben benne van vacsora plusz reggeli. And it includes the dinner and the breakfast. És péntekig kéne jelentkezni. And you should register until Friday. És 14 euró előleggel a Botár házaspárnál lehet jelentkezni. Valahol láttam őket valahol. With 14 euros you can register at the Botár. És ne hagyjuk ki, ez egy nagyon jó buli lesz. Ott jön Öcsi, Botár Öcsi az egyik, akinél lehet jelentkezni. This is going to be a great party and Botár Öcsi is the one who you can register with. És csak tényleg így erre jelentkezzetek nála. Aztán a következő, hogy még alig ért véget a téli konferencia. Is that we've just had our winter conference. Még fel se dolgoztuk pásztorral a üzeneteit. We haven't even processed the messages of Pastor Love. És már is a csodálatos következő áldásban lehet részünk. And now there's a next blessing awaiting us. Holnap és holnap után körünkben lesz Pastor Scheller. And the day after tomorrow, Pastor Scheller is going to be with us. És tényleg ez egy ámulatos csoda így Istentől. This is an amazing miracle from God. Egészen pontosan még nem tudjuk a programot, we ez még képlékeny, program, de exactly. Ami biztos, hogy csütörtökön is és pénteken is délután 15 órakor lesz egy késői ebédrep, egy délutáni rep. Lunch wrap or an tehát afternoon pénteken rep. Is és csütörtökön is 15 órától, and Friday at 3 és aztán ugyanúgy csütörtökön is és pénteken is 18 órától itt a nagy teremben lesz egy összejövetel Pásztor Schellerrel. Aztán közben figyeljétek a honlapot, mert hogyha valami új program becsúszik, akkor természetesen azt ott meg fogjátok találni. Oké, és akkor most imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket egy imára. For a prayer. Drága mennyi atyánk, dear Heavenly Father, csak eléd jövünk, we come before you, és felemeljük hozzád, and we lift up Gárubent to you, és kérünk téged, hogy érintsd meg ezt and a kis srácot, we ask you to touch this little boy, adj neki egy gyors gyógyulást, and tényleg, és csak köszönjük grant neked, him with a quick healing, and thank you for him, Lord. Imádkozunk Mohai Ákosért. And we pray for Mohai Ákos. Urunk, egy csodát kérünk. And we ask for a miracle. Hatalmas csodát. A great Urunk, miracle, Lord. Köszönjük neked. And thank you for that. A drága nevedben, Jézus. In your precious name, Jesus. Amen. Amen. És hogyha azt halljátok, hogy Szicília, and if you hear the word Sicily, akkor mi jut eszetekbe? What comes to your mind? Tessék, lelő. Azt gondoltam, hogy azt fogják valakit mondani, I hogy a maffia. De nem a maffiáról but fogunk no, beszélni. Not. We are not talking about the mafia. Pastor Virgil, aki ott pásztor, Pastor Virgil, itt van közöttünk, pastor és csak there, szeretne egy bizonságot mondani, us, úgyhogy gyere, pásztor. Like to give us a jó estét kívánok! Good evening! Itt vagyunk, ragyogunk, nem szomorkodunk. Mit kacogsz? Why are you laughing? Akarom beszél magyarul. I would like to talk in Hungarian. Okay. So,
I'm so honored to be with you here. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt It's lehetek a blessing veletek. For me. Ez egy áldás I számomra. I try to speak with you in English. És megpróbálok angolul beszélni hozzá. Also my English is not very good. Az angolom nem annyira jó. And, but I try. De megpróbálom. And just I want to present you, my wife and my daughters. Szeretném nektek bemutatni a feleségemet there. És a lányaimat. There. Ott vannak. Her name is Gabriela and the daughters is Patricia and Naomi. Gabriela, Patricia és Naomi. And was blessing for me for visiting the Romanian. És áldás volt számomra Romániát meglátogatni. God gave for us money for this trip. És Isten adott nekünk pénzt erre az utazásra. Many times I think what God is doing in our life, it's amazing. És nagyon sokszor gondolok arra, hogy amit Isten tesz az életünkben, az csodálatos. So many times we look here in the service, internet, we heard the message, what Pastor Candy have here. Sokszor hallottuk az interneten Pastor Candy üzeneteit. And really we are amazing for every message, what we heard here. És amit itt hallottunk, az nagyszerű volt minden üzenet. And, I think God called us in Sicilia. És úgy gondolom, hogy and Isten Sicíliába hív minket. Very, very open. És az emberek nagyon nyitottak ott. They received the word of God. És elfogadják Isten igéjét. Last time when I was in the street. És legutóbb, amikor az utcán in voltunk. One hour half, eight people they pray for receive Jesus Christ. Egy óra alatt 8 ember imádkozott és elfogadta Jézus Krisztust. Just we talk with people and they received. We are so blessing for that. És ahogy beszéltünk emberekkel, elfogadták ezt, és ez nagy áldás volt számunkra. Contact, van néhány kapcsolatunk, family, néhány családdal, us, ők meglátogatnak bennünket, them, és mi is meglátogatjuk őket, them, és nagyszerű időt töltünk velük. Vannak tanítványaink. But that is the God, he bring the disciple, not I. Még nincsen? Még nincs, de Isten az, aki hozza a tanítványokat. And, nem én. Just I want to share with two thoughts, how to say in English. Két gondolatot szeretnék megosztani. It's very important how we build ourselves. Nagyon fontos, hogy hogyan építjük magunkat. One thing is we can build ourselves on the things from this earth. Az egyik dolog, ahogyan építhetjük magunkat, az a földi dolgok. I can build myself with my house. Építhetem with my magam family, a házammal, a családommal. With my job. A munkámmal. And the money. A pénzemmel. We can do that. We can build ourselves on these things what ezekre I tell you. Ezekre építhetjük magunkat. So that is very dangerous. De ez nagyon veszélyes. Another thing is we can build our life. Van egy másik dolog, amire építhetjük az életünket. On the word of the God. És ez Isten igéje. The promise of the God. Isten ígérete. Of the peace of the God. Isten békéje. And everything what the Bible told us. És minden, amit a Biblia mond nekünk. And so we have to decide in every day. És minden nap el kell döntenünk ezt. What happened with my life? Hogy mi történjen az életemmel. So we need to stay in the word of the God in every day. Úgyhogy minden nap szükségünk van arra, hogy megmaradjunk Isten igényében. Made a joke with us. God, he didn't make a joke, play with us. God didn't play with us. Isten nem játszott velünk. And we need to take serious the word of the God. És komolyan kell vennünk Isten igéjét. Just so we can look our life, your life, God really change complete. Mert Isten teljes mértékben meg tudja változtatni a te és az én életemet. So just we wait, our future will be amazing with the God. És a jövőnk csodálatos lesz Istennel. And, I want to stop here. És szeretnék itt megállni. Just we want to invite you in Sicilia. És szeretnélek meghívni benneteket Sicíliába. There is a place. Ez egy gyönyörű not hely. Not the city. We talk about the what God created. Nem a város, hanem amit Isten and, teremtett oda. We have a big house. Van egy nagy we házunk. Place. Van hely. Sleeping. Ott tudtok aludni. Just
Just praying and we wait you. Csak imádkozzatok és mi várunk titeket. We have people who came from here visit us. Már voltak emberek meglátogatni minket innen. You can talk with them about that. És beszélhettek velük erről. And thank you very much. Köszönöm szépen, Isten áldjon titeket. Oké, okay, először is köszönjük a meghívást. First of all, thank you for the invitation. Jövő hétvégén mind lemegyünk együtt. Next weekend we all go. Oké, okay, de addig is. But until then. Ha mondanál egy-két ima szükséget. If you would tell us some prayer needs for something we should pray for, we could pray for as a church. I don't understand already. Can try it. Mondanád, hogy ima, what could we pray for you? Okay, what we need? Yeah, okay. Yeah. I think we need for prayer for disciple. Szükségünk van tanítványokra. And we need to take decision in every situation. That is another prayer for us. És minden helyzetben and, döntést kell hoznunk, és ez egy another másik thing ima. Is God protect us there. Az is egy ima kérés, hogy Isten védjen meg bennünket ott. When I wake up close to my car was another car who they put the fire. Amikor egyszer felébredtem, akkor láttam, hogy egy autót felgyújtottak. And also for our finance, how say in English, please? És az anyagiak. And for money, no? For live for pénz, yeah, a pénzért. For food. Ételért. Also for missionaries. For missionaries. És missionáriusokért. Because there is not my it's not my work there. Mert ez nem az én munkám ott. Just I decide and for go there because I think God called me there. Én csak úgy döntöttem, hogy oda megyek, mert úgy gondolom, hogy Isten oda hívott, ez nem az én munkám. No? És Isten mindenkit elhívhat, bárkit pray, elhívhat innen. For, imádkozhatunk és megnézhetjük, hogy mi történik Szicíliáért. I think from a first trip, az I első, know, maybe is over 100 people who pray receive Jesus Christ. Azt hiszem, hogy az első út óta, amikor ott voltunk, körülbelül 100 ember, több mint 100 ember imádkozott és elfogadta Krisztust. És ez tényleg csodálatos. I think that is what we need. És azt hiszem, hogy erre van szükségünk. Thank you. Mi lenne, ha most imádkoznánk? Fölállnátok, kérlek? Let's pray for them now. Please stand up. Dear Father, meghagyjuk a szívünket előtted. We bow our hearts before you. Bízunk. We trust in köszönjük you. A testvéreink hitét. Thank you for the faith of our brothers and sisters. Veled járásukat. Thank you for their walk with you. Azt, ahogy bánsz velük, ahogy szereted őket. And thank you for the way you treat them, the kérünk, way you kudunk, love them. Meg őket. We ask you, adj Lord, to bless them, give them wisdom in their decisions. Adj nekik útmutatást, Uram. Give them guidance. Nyitott ajtókat. Open doors. Zárd be előttük más ajtókat, Uram. And close other doors before kérünk, them, Lord. Kérünk, hogy óvd meg őket. And we ask you, Heavenly Father, to protect rájuk. Them, to take care of them. Tartsd ők. Őtőlük távol a gonoszt, kérünk, Urunk. Imádkozunk, hogy gondoskodj róluk, anyagiakról, mindennapi kenyérről, for the finances, for kérünk, the daily Urunk. Bread. Imádkozunk you, azért, azokért az emberekért, akik elfogadtak téged az utcán. Imádkozunk, hogy hozd be őket a gyülekezetbe. Közülük embereket hívjál tanítványokkal. Kérünk, Urunk. Kérünk, Urunk, we ask you, Lord. Istenünk, csak hozzád fordulunk. God, we turn to you. Köszönjük, Urunk. Thank you, Lord. Csak hálásak vagyunk neked az életükért. And we are thankful to you for their lives. És csak könyörgünk, Istenünk. And we beg, légy velük, Lord, mindenben. That you would be with them áldunk in everything. We bless you and magnify you. Köszönjük az imáink által, a látogatásunk által, and thank you that by our lehet, prayers, by our visitation, we can have a part, által, by our support, lehet, we can have a portion in this work. Kérünk, Urunk, adj nekik egy missziós csapatot. Please, Lord, give them a missions adj team. Nekik közösséget. Give them fellowship. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. 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 Isten elfoglalt. Thank you.
Sziasztok! Hi! Ez a felajánlás. This is the offering. És hoztam ezt a papírt, mert ha magammal, akkor azért felejtem el. With me. So if I take this with me, then this is the reason why I forget about it. But if I don't bring it, then that's why I forget what to say. Mielőtt elfelejteném. But before I forget. A hátsó ajtónál az istentisztelet végén lesz egy ajtós felajánlás. At the door at the back there's going to be a door offering. Olimpiának, at the end of the service for Olympia. Olimpia részére, aki Ecuadorba missionárius. Who is a missionary in Ecuador. Itt tanult a Biblia iskolába. She studied here in the Bible school. És aztán ment ki az ottani csapatot erősíteni. And then she went to strengthen the team there. És tényleg, ahogy Isten vezet titeket, támogassátok őt. So as God is leading you, please support her. És tényleg csak így fantasztikus, hogy mennyi helynek vagyunk mi is a részesei. And it's amazing how many places we are. Annak ellenére, hogy fizikailag nem tudunk eljutni. In spite of the fact that physically we can't go. És aztán csak így a felajánlásra gondoltam. És ez csak azoknak szól, akik sajátjuknak érzik a gyülekezetet. And this is only for those who think this church is theirs. Csak így, hogy a világnak az Istene the el akar kápráztatni minket. Would like to amaze us. És így a napoknak az egyik nagy híre. And one of the greatest news of the day. Dubájba épült egy hatalmas toronyház. Is that there's a great bizonyára hallottatok róla. In Dubai. 800 méternél magasabb. It's higher than 800 meters. De csak így arra gondoltam, hogy ez csak a kiváltságosaké. But I thought that this was only for the privileged bár ones. Biztos van néhányan itt közületek, nem tudom hányan, akik egy szobás lakást meg tudtak ott venni. Who could buy a flat there? Jelentkezhettek maybe. A Madinál.
you can sign up with Muddy. Isten tisztelt végén megoldódik a fűtés probléma. Our heating problems will be solved. Egy szobás lakás már 700 millió forintért megvehet. With only one room can be purchased for 700 million forints. De csak milyen ámulatos az. But how amazing this is. Hogy a mi Istenünk. That our God. Aki a teremtő, who is the creator, és aki az ő szavának a hatalmával tartja fent a világot, and who upholds the world by the power of his word, adott nekünk egy gyülekezetet, gave us a church, és lehet, hogy nem egy nagy toronyház, and maybe it's not a high-rise egy épületet, building, lehet, hogy egy kicsit omladoznak néhány helyen a vakolatok, and maybe, like, it's, és vannak vele gondok, so perfect. At some places and there are some problems. De az ajtó mindenki előtt nyitva áll. But the door is open for everybody. És nálunk minden nap van egy jó hír. And every day we have some good news. Aki mindenki számára szól. That is for everybody. Mert Istennél nincsen személyválogatás. Because with God there's God is not a respecter of persons. Bárki jöhet Istenhez. Anyone can come. Bárki to bejöhet a gyülekezetbe. Anyone can come to the church. And this is csak imádkozunk a felajánlásért. Ours. So drága Urunk, csak köszönjük neked. Dear Lord, thank hogy a te gazdagságodat adod nekünk, that Urunk, you give us your riches, és nálunk csak köszönjük ezt a gyülekezetet, and thank you for this csak church, kérünk, hogy áld meg a felajánlást, and we ask you to bless the te sokasítsd meg, Urunk, multiply it a szükségek szerint, a te drága nevedben. Amen. In your precious name. Amen. Soon.
captive in us, Lord Jesus, with you. Szervusztok. Hi. És ismét. Again. És hey, micsoda konferenciánk volt. What a conference we've had. Yippee, meg ilyen juhé, meg ilyen szavak jutnak eszembe. Halleluja, meg. I can only think of these words. Az Úrnak. Glory to the Lord. Halleluja. Halleluja. Ti jöttök. It's your turn. Oh, hosszú napotok volt. Have you had a long day? Oh, mindenkinek, nem? Everybody, right? Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk. Thank you, Lord, that we can be here. Okay. Szeretünk arra gondolni, hogy we love to think about what we have received. Mint van. What we have. Mi az, amink van Istentől, nem? What do we have from God? Szeretek right? erre gondolni. I really love to think about this. Mi az, amink van Istentől? What do we have from God? Mit adott nekünk Isten? What has he given to us when we got saved? Mit találtunk ő nála? What did we find nem is számítottunk volna. That we didn't expect. Ahogy megáldott minket. As he blessed us. Minden szellemi áldással megáldott minket Jézus Krisztusban. He blessed us with all spiritual blessings in Jesus Christ. Ahogy ellátott minket mindennel. And as he provided szerint valóságra való. For us. With everything that is for godliness. És mindent megadott nekünk. Na, jó erre gondolni. He gave us everything and it's just so good to think about this. Emiatt, and I have such joy in my heart because of that. It's so encouraging. És csak erre gondoltam. And this is what I thought of. A másik oldalról. From the other side. Nem sokat beszélünk arról, ami nincs. We don't talk much about what we don't have. Úgyhogy arról szeretnék beszélni, so ami nincs. So this is what I would like to talk about now. Így jártatok, eljöttetek szerdán. That's your luck. You came Wednesday evening beszélni. And now I'm going to talk about this. What we don't have, what we lack. Ez egy hosszú üzenet lesz, nem? It's going to be a long message. De János 4-ben. But in John 4. Tűnik egy vidám üzenet lesz. I think it's going to be a cheerful message. De János 4-ben. In John 4. János 4-ben Jézus egy kútnál van. Jesus is at a well. Az ötödik verstől. And from verse 5. Beszélget ezzel az asszonnyal. He talks to this woman. És this woman. És leülött. And he sits down. És a hetedik versben azt mondja. And in verse 7 he says,
Give me water. És mi van Jézusnak, ami közös ezzel az asszonnyal? And what does Jesus have in common with this woman? Úgy értem, ő férfi, I mean, he's a man, she's a woman. Ő zsidó. He's a Jew. Ő meg szamáriai. She's a Samaritan. Ő Isten. He's God. Ő meg nem. She's not. Ő tiszta. He is clean. He's ő meg pure. Nagyon bűnös. She's a great sinner. Ő ezen a ponton népszerű. He's at this point he's popular. Az asszony meg számkivetett a saját a városában. Is an outcast in her own city. Mi van közös? What do they have in common? Semmi. Nothing. Mi az ami van Jézusnak? What does Jesus have? Van egy szamáriai nyelven írt traktátusa. Does he have a tract in Samaritan language? És tudod, van-e neki gazdag, nagy stratégiája? A rich, great strategy. Pantomim előadása, 110 tagú zenekar a háta mögött, aki tudod, erőt tesz az üzenethez. Who would give some power to the message? Egyik sem. No, none of these Egyik things. Sem. None of these és, things. És mi-e van? And what does he have? Hiánya. He has a lack. Szomjas. He's thirsty. És ez egy dolog van, ami közös. And this is the one thing that is ő in common. Ő benne is, meg ő benne is. In him and in her. Hogy Jézus szomjas. Jesus is thirsty. Vízre. For water. És tudja, hogy az asszony. And he knows that the woman. Meg mint mindenki. And everyone. Szomjazik az örök életre. Is thirsty for eternal És ez elég life. Neki. And this is enough ez for him. Ez elég neki. This is enough Amilyen for him. Nincs. What he doesn't have az elég neki arra, hogy megérintse ennek az asszonynak az életét. Enough for him to hogy touch this woman's őt, life and to hogy save újjá, her. Hogy újjászülessen ez az asszony. So that this woman és would be sokan saved. Megtérjenek ebben a városban. And so that many would be saved in this neki. City. This is what he needed. Valami, That's all. Ami nincs. Something he lacked. Az elég volt neki arra. Was enough for him. Hogy megnyerje ezt az asszonyt. To win this woman. Aztán egy kicsit később. And then a little later. El akár nem is kell odalapoznunk annyira. You don't annyira. Even have to turn there. De János 8-ban. But in John 8. Ezt a másik asszony. This other woman is brought before és azt mondják, bűnös, meg kell halnia. Méltó a halára. She's worthy Rajta to kaptuk. Be dead. És tényleg méltó. A törvény kimondja. We caught her and the law says she should die. És tényleg méltó. And she's really worthy meg kéne halnia. To die. She should die. És meg tudja akadályozni Jézus? Can Jesus hinder that? Úgy értem, van-e hatalma rá? Does he have the power to do that? Nincs hatalma. No, he doesn't. Semmilyen hatalma nincsen. He has no power. Nem ő a helytartó. He's not the. Még csak nem is a zsinagóga fő. He's not the leader of the city. He's not the leader of the synagogue. Nem mondhatja, hogy nem. And he Megparancsolom, can't say, hogy nem. No, I command senki. You not to kill her. És megakadályozza. But does he stop them? Persze, hogy megakadályozza. Of course he tudod, stops pedig them. Nem volt neki ereje rá. Even though he didn't have the power to de, do that. De igen. But yes, igen, he did. Volt hatalma rá. Yes, he did. És csak imádkozzunk egy szóra. And let's just pray for Drága atyánk, a moment. Dear Father, köszönjük neked. Thank you. Várakozásunk van. We have an expectation. Kérünk, szólj hozzánk to speak to ezekkel us az egyszerű szavakkal, with these simple words, ezzel az üzenettel. With this message, kavarj fel minket. Bátoríts minket, vezess minket, lead us, bátoríts minket, köszönjük, halleluja. Törts be minket, áldj meg minket, kent fel ezt az üzenetet, Jézus nevében. In Jesus name. Amen. Amen. Ezek Jézus, nincs neki, Jesus doesn't have, és mégis, and yet, micsoda szolgálata van. And still what a ministry he és has. Hogyha csak megnéznénk egy pár példát még. And if we just took a look at mert some other examples. Because you could say. Tudom, te ilyen okos hívő vagy, azt I mondod, ah, ez Jézus, ki vagyok én, say, tudod. Oh, but that's Jesus, who am I? Nekem van egy kifogásom, én nem vagyok Jézus. I have a good excuse that I'm not Jesus. Igazad van, tényleg nem and vagy Jézus. You're right, you're not Jesus. De ettől but még. Csak nézzük meg. Nevertheless. Lukács 7-ben. Let's take a look at this. In Luke 7. Jézus a farizeus házában van. Jesus is in the house of the Pharisee. 36. verstől. From verse 36. És látjuk, hogy bejön egy asszony. And we can see that a woman comes in. 37. vers. Íme van a városban egy asszony, aki bűnös volt. In verse 37, and behold a woman in the city which was a sinner. Amikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni. When she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house. Hozott egy alabástrom szelence, drága kenetet. Brought an alabaster box of ointment. És elhozta azt, és
She brought this. És megkente Jézus lábát, and she anointed the feet of Jesus and she wiped it with her hair. És tudod, ez a történet. And here's the story. És tudod, ennek az asszonynak and this woman nem volt egy pár dolog hiányzott. Lacked a couple of things. Úgy értem, elsősorban hiányzott neki a veszélyérzete. She lacked a sense of danger. Vagy úgy is mondhatnánk, hiányzott neki a józan esze. I mean, she lacked common sense. Úgy értem, János 8:3-ban I mean, in John 8:3 egy hasonló minősítésű asszonyt odahoztak Jézus elé, hogy ezt meg kell kövezni, épp most beszéltünk róla. A woman of similar skill was brought to Jesus and they said that she should have been stoned. És tudod, ez asszony most épelméjűen. And now this woman, épelméjűen azt kellett volna mondania. If she nem, az túl veszélyes. Bemenni egy farizeus házába. Said, no, nem. Várok a farizeus háza előtt, vagy mögött. I'm going to wait before és amikor in front Jézus of the house. Kijön, and when Jesus majd comes akkor out, szolgálok felé. Then I will majd akkor to csinálok him. Valamit. Then I will do majd akkor odajövök hozzá. Then I will come to him. De ő nem várhatott. But she couldn't wait. És nem érdekelte. And she didn't care. Hogy mi történhet vele. What could have happened. A másik, and the other amit thing, így a farizeus is észrevett, that the Pharisee also noticed, úgy értem, ha megnézzük ezt a 39. versben, we look at verse 39, ez a farizeus Simon, this Pharisee Simon azt gondolja magában, thinks in himself, ez az asszony bűnös. This hogy woman hogy is a jöhet sinner. Be ide? How can hogy she van come bőr in a képén here? Bejönni ide? How does she dare to come in az asszonynak hiányzott a szerénysége. The woman lacked modesty. Hiányzott a szerénysége. The woman lacked azt kellett modesty. Volna mondani, én nem jöhetek be ide. Ezek tiszta here. Emberek. Ó, én these nem jöhetek be people, ide. Ó, én nem vagyok here. Méltó erre. I'm not worthy to de valahogy come ez hiányzott belőle. But she somehow lacked this. Halleluja. Halleluja. Hála Istennek. Thank hála Istennek. Emlékszem egyszer az ajtóban találkoztam egy emberrel. Remember once at the door I met a person. Ott toporgott. He was standing there, és mondom, jöjjön be. Hesitating, and I said, come in. És azt mondta, hát ez nem nekem való. He said, no, this is not for me. Én ide nem illek be. I don't fit in meggyőzni. Here. And I couldn't convince him. Nem tudtam meggyőzni. Eljött az ajtó, itt toporgott egy kicsit, he nézte, hogy milyen jó lehet itt, aztán elment. He was hesitating, he was looking in. Hihetetlen. But then he left. De így történik. It's az asszonynak but this is how it happens. Nem volt önmérséklete. Nem fogta vissza magát. Nem mondta azt, hogy tudod, én nem illek oda. Bejött egy helyre, egy piszkos she személy, aki, mikor ott tiszta volt mindenki. And she was filthy when everybody else was pure. Mi volt még az asszonynak? What else did the woman lack? Nem volt törülközője. She didn't have a towel. Úgyhogy a hajával törölte meg Jézusnak so a lábát. She wiped the feet of egy Jesus másik with her helyen hair. Az asszonynak nincsen sörbontója, vagy hogy hívják azt, ilyen kupakleszedője. Tudod, nincsen ilyen, úgyhogy eltöri. She doesn't have that, so ennyi, she, tudod, she nem kell semmi. It. Hiányzott egy csomó else. Minden, so she lacked many és mégis things, bejön, and yet she comes és mégis szolgál, and she ministers. Nincs sok neki, she de ami have kicsi much, van, but the little azt that örömmel she has, odaadja. She gives it to Jesus az asszony, aki bejött a templomba, the woman who came into the temple, és két fillért beledobott, emlékeztek? And put in two, milyen volt neki? Two coins. What did she have? Milyen volt neki? What did she szinte have? Semmije. Nothing, ha, almost ha nothing. If you measured, azt, if you van, compared it, like what she had, ennyi, és this amilyen much, nincs, and what she didn't have, akkor hihetetlenül aránytalan a kettő, the two, there's amilyen a huge nincs, az distance hatalmas, between the two. És amilyen van, what az she nagyon doesn't pici. Have, what she doesn't have is great and what she has is very small. És mit csinál? And what does she do? Bejön, she comes és szolgál azzal a kicsivel. And she ministers és az a minden neki. És valaki and this ott áll. Her everything and somebody stands there. És gúnyosan néz. And is looking at és her. És azt mondja. And is mocking her and says. Ugyan már. Come on. Ugyan már mi ez? Come on, what is this? Mint Simon a farizeus. Like Simon the Pharisee. Ennek az asszonynak a szolgálatát. The ministry of és azt mondja, lehetetlen. And she said, lehetetlen. He said, ez nem Istentől van. It's not from ez egy God. Ez egy mocskos asszony. It's a filthy miért, woman. Miért nincs, miért nem fél eléggé, hogy távol why maradjon? Why isn't she afraid enough so that she would keep the distance? Miért nincs benne elég szerénység, hogy távol maradjon? Why doesn't she have enough modesty? Miért nincs benne elég jó ízlés, hogy csak éjszaka merészkedjen ki, mikor senki nem látja? Have enough modesty to only come out in the night when nobody can see her? Miért van itt? Why is she here? És aztán egy másik. And then another one. Máté 15-ben. In Matthew 15. Egy ez a szirofeníciai asszony.
The woman from Syrophoenicia. És egy kánaánita asszony. And a Canaanite woman. A Máté 15:22-ben. In Matthew 15:22. És kiált hozzá, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. And behold, a Canaanite woman came out from that region and began to cry out, saying, Have mercy on me, O Lord, kérlek, son of David. Meg a lányomat. My daughter is cruelly demon-possessed. Kérlek, gyógyíts meg a lányomat. Please heal my daughter. Kérlek, gyógyíts meg a lányomat. Please heal my daughter. És milyen nem volt ennek az asszonynak? And what did this woman... What didn't this woman have? Először is nem First volt all, nem volt pedigréje, nem volt she családfája. Didn't have a pedigree. She nem didn't volt have nem volt zsidó családfája. Jew descent. Semmi. Ancestors. Semmi. Nothing. Ez egy pogány volt. She mint was a legtöbben, pagan akik itt vagyunk. Woman, as ez most egy pogány of us volt. Here. Ez méltatlan she was a pagan. Volt. She was unworthy. Mit kérhetne? What hiszen could a messiás. She ask for? Because the Messiah. A zsidókhoz jött. Came hiszen to the a messiás azért jött, hogy őket szolgálja, és meg is mondta neki. Jews, ez a második, ami úgy tűnik, hogy nincs neki, nincs az asszonynak. Jézust nem érdekli, úgy tűnik. Tényleg, azt mondja Jesus neki, nem is felel neki. He doesn't even answer és amikor felel to her. Neki, and when he responds, akkor azt mondja, én nem mindenféle utolsó kutyákhoz jöttem. I didn't come to some dogs. Tudod. Nem volt csak együttérzés, úgy tűnt. He didn't have much compassion, seemingly, and one more thing. Nem volt támogatása a tanítványoktól. He didn't have support from the disciples. A 23. versben. In verse 23. Tanítványok kérik őt, add meg neki, mert kiabál, itt zavar minket. The disciples said to him, nem szerették őt, csak tűnjön innen, csak menjen innen. She's bothering us. They didn't like her, but they just wanted her to disappear. Figyeljetek, szülők. And parents, édesapák, listen, édesanyák, fathers and mothers, vegyétek észre ezt. Just notice this. Jézus nem adta meg csak azért, mert idegesítette a dolog. Give it to her just because he was annoyed csak by azért, the woman. Mert a gyereked just because üvölt, your child a földön vonaglik, veri a fejét, a zöklét, a lábát, bármit, azért nem kell megadni neki. Csak just azért, mert idegesít, this, azért ne add meg to him. Neki. Just because you're annoyed ez by ez nem him, egy jó nevelési módszer. Don't give it to him because this is not a good principle. De ez nem a témánk ma. But this is not our topic. Ennek az asszonynak today. So this woman nem volt, tudod, nem volt zsidó háttere. Jewish background. Ennek az asszonynak, ezt az asszony nem támogatták this a tanítványt, nem szerették by the disciples, the disciples és Jézus didn't nem érdekelte, úgy tűnt. And seemingly Jesus és didn't really care. And what happened? Jézus meggyógyította a lányát. Jesus healed her daughter. Pedig nem volt semmi, sőt. Even though she had nothing. Sőt, még moreover, hiánya volt. She had és a lack. Jézus meggyógyította a lányát. And Jesus healed annak her ellenére, daughter, hogy nem volt semmi, in sőt, spite of the fact hiánya that she didn't volt. Have anything, but she had nem nullán a lack. Volt. She wasn't at zero, at level zero. Hanem mínuszban volt. But she was at level minus. A dolgok ellene voltak. And things were against her. Aztán csak még egy utolsó. And just one more last thing. A Mark 16-ban. In Mark 16. Az evangélium végén. In the end, at the end of the gospel. A Mária és Salomé. Mary and Salome. Igen. És mennek a vasárnap reggel a sírhoz. On Sunday morning they are going to the tomb. És a harmadik versben. And in verse 3. Nincs nekik egy erős emberük. They don't have a strong guy. Aki elgördíteni a követ. Who could roll the stone. Úgyhogy igazán minden, amit hoztak, az haszontalan. So in fact everything that they have is useless. Az összes kenet. The whole anointing, amit használni all the akartak Jézus holttestére, az egész szeretetük, amivel jöttek, their whole love with which they came, az haszontalan, mert nincs, aki elgördítse a követ. Because there's nobody there és oda menet, erről beszélgetnek. And this is what they are talking about. Szerintem ez rossz tervezés. I think this is bad planning. Hogyha én arról beszélgetnék, if I talk hasonló about helyzetben, hogy ki like fogja elgördíteni? Nincs senki, aki elgördítse a követ. About the fact that there's nobody who could roll the stone. Akkor nem mennék tovább. Then I wouldn't go on. Amíg nem találnék valakit, aki elengedítse a követ. I find somebody who could roll away the stone. But they went. És nem volt lehetőségük. And there was no possibility. És aztán végül tényleg nem kell az a sok kenet meg minden, and then de másokból. They really don't need that much anointment, but for another reason. Mert Jézus föltámadott. Because Jesus rose. És a kő elhengerül. And the stone was rolled away, and nincs ott az akadály.
és látják a feltámadott Jézust. And they can see pedig nem volt emberük, aki elgördítse a követ az úton. Mit figyelünk meg ezekben a történetekben? Először is, te jó ég, ezek mind nők. Oh my God, they are all women. Ez az, hajrá nők, tudod, nagyszerű, szép volt. Come on, women, great job. Oké, mondjuk együtt, fiúk, hajrá nők. Now guys, say it together. Na gyerünk, hadd hallja, hajrá nők, ez az, köszönöm. Nagyszerű, köszönjük. Great, thank you. Tudod, csodálatos. It's amazing. Tudod, nem, tudod, úgy értem, nem, azt kéne mondani rájuk, I mean, we could say, hogy ezek olyan nők, akik nem gondolkodtak nagyon jól előre. Maybe these are women who didn't plan ahead. És biztos, and I'm sure, hogy lenne, hogy tudod, ott lehetne valaki, there could be someone aki ránéz there, arra a prostituáltra Jézus lábainál, who looks at that prostitute at the feet of Jesus, és azt mondja, and says, miért nem gondolkodtál előre? Why did you, miért nem you hoztál think egy törülközőt? Why didn't you bring a towel? Micsoda, milyen szervezés ez? What an what organizational skills. Meg lehetne jobban csinálni. You could do hogy it néz better. Ez ki? Ne rögtess már. What does it look ez, így, like? Ez így nem működik, ez don't nem helyes. Don't make me laugh. It just majd doesn't work like that. It's not right like that. So I'm going to fix okay, it. Nézzünk csak meg egy pár leckét ezekből, let's jó? Let's take a look at a couple of lessons. Fontos ez? Szerintem igen. Is it important? Mert mindannyiunknak annyi minden, because so many of us, mindannyiunknak annyi minden nincs. We lack so many things. Tényleg, annyi really, minden nincs. We lack so many things. Tudod, én nem vagyok szép, mint a Panka. I'm not beautiful, én nem vagyok like magas, Panka, mint a Pásztor Zoli. I'm not tall like Pastor Zoli. Én nem vagyok függetlenül gazdag, mint a Shane. I'm not independently rich like Shane. Nem vagyok olyan okos, mint Pastor Bendegúz. I'm not as smart as Pastor egyikünk Bendegúz. Egyikünk sem okos, mint Pastor None Bendegúz. None of us is as smart jó, as Pastor Bendegúz. Maybe someone. De tudod, de hogy... But, you know, de hogy annyi minden nincs. There are so many things ami that szerintem lack, kellene, hogy and legyen. I think we should have these things. Tudod, én mindezeket szeretném. I want talán all nem these akarnék things olyan szép lenni, maybe mint a Panka, like de, so de azon túlmenően Panka, talán minden ezek közül. Beyond that, de annyi minden van nekünk, things, ami like, nincs. But, so we have so many things that we lack. És ezért fontos ez nekünk. And this is why it's important az első mindegyik történetben, amit észrevehetünk. The first thing that we can notice in every story. Hogy mindig van egy nagyon jó szándékú. Is that there's always a very somebody with good will. És ugyanakkor nagyon well-intending, nagyon önigaz ember. And very self-righteous person. Egy tanácsadó. An advisor. Aki elmondja, hogy ennek miért nem kéne történnie. Who tells us why it shouldn't happen. Hogy ezt most így valahogy rendbe kéne rakni that ezt az űrzavart. Tessék rendbe rakni ezt az űrzavart. Ez így somehow nem jó. This ezt is not ezt good rendbe like kéne. Valaki hozzon egy törülközőt. Somebody bring a towel. Valaki nyissa ki rendesen azt a bottle. Miért nem vártad meg? Hogy néz ki? Why didn't you wait for that person? Now it's a mess. It's horrible. Miért nem adták el azt a kenetet? 300 és adták a szegényeknek. Mindig van ott valaki, aki így nagyon bölcsen rendbe tudná rakni a dolgokat. És ez egy jó lecke. Ezeket az embereket nem kell annyira komolyan venni. Még akkor is, ha nagyon meggyőzőnek tűnnek. Még akkor is, ha nagyon bölcsek. Nem olyan fontosak. Tényleg. Nem tudják, mi történik. Nem tudják, mi zajlik. Nem ismerik fel az imádatot. Nem látják a szellemnek a kenetét. Nem látják, amikor egy ajándék nyilvánvalóvá válik. Nem egyértelmű nekik, amikor hogy mit jelent, amikor valaki közösségben van az Úrral. What it means when somebody is in fellowship with the Lord. Hanem majd ő megjavítja azt, ami tökéletes. He's going to fix what is perfect already. Ah, semmi gond, meg tudja no csinálni. Problem, he can do biztos that vagyok benne. I'm sure. Hogy éppen elég hibát találtak Jézusban is. That enough faults were found in Jesus. Ugye, ami azért nem semmi. Which is. De hogy tudod ez? Ja, ez egy mellékesen, de fontos. And by the way, it's important. Érzékenység a kommunikációdban. Sensitivity in communication. De nagyon fontos. It's very important. Nem tudhatod. You never know. Az a kijelentésed. That your statement. Az mennyire bántó valakinek. Like how it hurts. How it may az hurt somebody. Az érzéketlenséged. Or your insensitivity. Az mennyire komolyan odavág valakinek. How it can offend somebody. Vigyázz ezzel. Be careful with Ephesians 4:29. In Ephesians 4:29. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos, szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Mennyi romlott beszéd engedélyezett egy nap? How much corrupt communication is hány allowed mondat, a day? Mit mond? How many sentences? What öt, does it say? Five? Három? Three?
Azt mondja, semmi. It says no. Semmi rothat. No, semmi rothat beszéd. Communication. Ez a szó, ez a rothat. And this corrupt, the word. Ez a szapros, és ez olyan, mint a... rohadt már meg hal a jelenlétedben? And have you ever smelled rotten fish? Okay, ez a szó, ez erről Now, szól. Now this is the word. Tudod, this hogy, word talks hogy vigyázz, about that. Ez nem, tudod, nem, be careful. Ez nem oldod meg egy fogmosással. Because you're not going to solve it with brushing your teeth ezt, once. Ezt a szíveddel oldod meg. You solve és it ez with fontos your heart, nagyon. And this hogyan is very beszélsz, important. Hogyan kommunikálsz. How you speak, how you az érzékenyességed, a hirtelen odavágott két szavad, olyan nagyon igazad van, amint megmondod a frankót. And when you think you're so right, when you tell somebody what to do, helyes, amit mondasz, and you know how right what you're saying, áldásos, but the question is, is it edifying? Does it encourage the person neki, in his faith? Does Nőj, it tell bíz him Istenben, to go on, tudod, to grow, to trust Számítsunk God? It's going to be fine. Tudod, Let's értem. Trust the Lord together. Vagy nem értem. Or I don't understand. Értem, ami történik veled, vagy nem értem, ami történik veled, de szeretlek. Hogyan kommunikálsz? So how do you communicate? Annyira könnyű. How do you communicate? It's so easy. Tudod, hol vettem észre? Nagyon egyértelműen ezt. Do you know where I realized it so obviously? I don't know why. De valamiért a zenészek között, a zenekarban ez olyan könnyen megtörténik. Énekesek között. Mindenki annyira tudja a frankót. Everybody knows, you know, the perfect thing. Olyan könnyű negatívnak lenni, kritikusnak lenni, büszkének lenni, lázadónak lenni, odavágni, megmondani, érzéketlennek lenni. To tell others és a gyülekezetben is. Pedig azt mondja világosan, hogy semmi rothat beszél. No rotten és ez mindenre no vonatkozik, az egész életemre. And it refers to my whole life. Mennyivel inkább a gyülekezetben. And moreover, how much more és in the még church. Egy Kolossé 4:6. Azt mondja, a ti beszédetek mindenkor kellemetes, és ez a kárisza szó, kegyelmes, kellemes legyen. It says, let your speech always be with grace, and this is the word charis. Sóval fűszerezett. Seasoned with salt. Hogy tudjátok, mi módon kell néktek, kinek megfelelnetek. That you may know how you ought to answer every man. Legyen íze a szavaidnak. Let your words legyen íze neki. Have a taste. Milyen íze? What kind of taste? Tudod, nem valami kemény íze. Not a harsh nem valami nem taste. Törődöm íze. Not careless taste. Nem valami vallásos íze. Not religious taste. Hanem kegyelmes íze. But gracious taste. Olyan, amelyik szolgál. Something that ministers. Olyan, amelyik felépít. Something that Hogyan edifies. Szolgálnak a szavaink? How do our words minister? A kegyelem által. By grace. A szívemben. If in my heart. Ez a felismerés. There's this realization. Az elfogadottság a hiányom ellenére. This acceptance in spite of my lack Istennel, and the greatness of the fellowship with God. És aztán van egy szolgálatom and a szavaimmal. I have a ministry with my okay, words. Ez az első. This is the first Mindig thing. Van egy jó szándékú, de There's nagyon ostobaságokat beszélő, rendbetevő ember. Fixing person who says akire, foolishness. Akire ha szellemi vagy nem olyan fontos figyelmet. And if you're spiritual, then it's not so important for you to listen to a második, this person. A második. And the second thing is Ami talán a legfontosabb, ami talán Maybe a lényege a mai estének. The most important thing, the essence of this evening. Egyiküknek sem volt igazán szüksége arra, ami hiányzott. Really needed the thing that they lacked. És ez az, ami az üzenet nekünk. And this is the message for us. Figyelj, annyi minden van az életünkben. There are so many things in our lives. Ami nincs. That we don't ami have. Ami hiányzik. That we lack. Tudod, nem tudom, milyen az IQ-d. I don't know what nem your IQ is. Nem tudom, mekkora a I don't know how nem tudom, great your bank account tudsz idézni fejből. I don't know how many poems you nem can. Tudom, már mint Biblia versre gondoltam, bocsánat. Nem tudom hány, nem tudom hány, tudod, nem tudom hány, tudod, a másik oldalon mi van. Nem tudom hány hibát követtél el, hányszor buktál el, hányszor adtad fel, hányszor csúsztál vissza, hányszor voltál reménytelen, hányszor adtad be a derekad a reménytelenségnek, hányszor voltál a mai nap dühös, hány kísértésnek adtál helyet, hányszor nem álltál meg a szellemi fegyverzeted. Az összes démoni nyomás ellen. Nem tudom. Nem is érdekel, ne gyere oda utána, ne mondd el a pontos számot, nem fontos nekem. De ami fontos, és amit tudok, az ez, hogy mindez, ami megvan, az a pici, és ami nincs meg, az a nagy, az annyira nem számít ebben. Az imádathoz,
for worship, a szolgálathoz, for ministry, az imához, for prayer, a dicsérethez, for worship, a szeretethez, for love, nincs szükségünk dolgokra. We don't need things. Nincs szükségünk dolgokra. We don't need things. Mindig imádhatom Istent. I can always worship God. Bármely pillanatban. At any ez a hívő nagy kincse. This is a legnagyobb visszacsúszásom, a legrosszabb állapotomban. In my azt mondhatom egyszer csak. Hogy imádlak, Uram. Imádlak, Uram. Nem tudom, észrevetted-e. And I don't know if you have realized. Tudod, hogy amikor Sátán. That when Satan. Mikor Sátán már tudod, lerakott a földre. When Satan has put you on már the ground, lent vagy. Now you tudod, are down akkor utána mit csinál? What does he do afterwards? Utána békén hagy, igaz? Then he leaves you alone, right? Á, de hogy is tudod? No, tudod, of course not. Akkor jön a legnagyobb. Then akkor adja a legkomolyabb nesze neked, tudod. Nem fog békén hagyni. Tudod miért? He won't leave you alone. Ő tudja azt, you know amit te lehet, hogy nem, amikor lent vagy. He knows what you may be, what you don't, maybe when you're down there. Tudja azt, hogy bármelyik pillanatban. He knows that at any egyetlen moment, töredék másodperc alatt. In a blinkling of an eye. Ez az ember. This person, teljesen kiterül, vége van, tudod, már kiszer, nem tizet számoltak rá, over, hanem tudod, 65.487-et. Tudod, már megvolt minden, kész, vége. Ez az ember, bármelyik pillanatban tudod, csak felállhat, és azt mondhatja, hogy dicsőítelek, Uram, tölts be engem a szellemeddel, vezess engem, lead me. És aztán minden, everything. Egyetlen pillanat alatt, in más. One moment, és hatalommal, örömmel, and szeretettel, dicsőséggel, imádattal, szolgálattal járja és éli az életét. Egyetlen pillanat alatt. És az ellenség tudja ezt, hogy nem kell hozzá semmi, hogy ahhoz, hogy imádj, for you to worship. Ahhoz nem kell, hogy nagyszerű hangod legyen. You don't need to have a great voice. Jó, a gyülekezetben, akik körülötted állnak, jobban right, örülnek, church, ha nagyszerű hangod van. People are lehet, glad if you have a great voice. De nem baj, people who are sitting or standing ne around you. Rajta, but it's not a problem if you don't. Urat, but just worship the Lord. Imád az Urat. Worship the Lord. Imád az Urat. Tanuld meg imádni az Urat. Learn to worship the Lord. Tudom, hogy vannak, akik azért nem jönnek időben, mert nem akarnak énekelni. Tanuld meg imádni az Urat. But learn how to tanuld worship meg the imádni Lord. Az Urat. Learn to worship mert, the Lord. Mert nem kell hozzá semmi, ez a mi kiváltságunk és jogunk. Because nothing is needed és for that. This is our privilege Isten and előtt. Right. And this is accepted before God. Nincs for ministry. You don't mindenre. Need so many tényleg, things, really. Tényleg. Az a sok minden, ami nincs. These many things that you don't have. Az nem számít ebben. They don't matter. Annyi misszionárius volt. So many missionaries. Akiknek nem volt. Were there and they lacked pénzük, képzettségük, money, they lacked nagy education, múlcsuk, they lacked a great past. Nem volt bátorításuk, they didn't have encouragement, és mégis and szolgáltak. They ministered, annyi nagy prédikátor, many great preachers, annyi nagyszerű hívő, many great believers, nagyszerű emberek, great people, a Krisztusban férfiak in Christ, és nők, men and women, gyerekek and children, és idősek, and és nem volt nekik. And they lacked tudod, things. Túl kevés évük volt, vagy túl sok. They had too few years. Túl kevés férjük volt, vagy az az egy is sok volt. They had too few husbands, or even that one was too, de ez nem too számított, much or too many. Mert nem but az it didn't matter hogy mi for nincs. Them, because it didn't matter what they didn't have. Hanem azt mondták, Uram, but they said, te meg Lord, vagy nekem, you, és you, szolgáltak. I have you, az imához nem kell, hogy prayer, úgy érezd magad, you don't need to feel like hanem, praying, hanem csak imádkozhatsz. But you can just nem, pray. Most nem érzem úgy magam. Now I don't feel like a gyülekezethez nem kell, hogy úgy érezd church, magad. Ma nem érzem úgy, like hogy gyülekezetbe kéne. Coming to church. Oh, today nem I don't kell feel úgy érezned like magad. Church, oh, az egy dolog, ami hiányzik. Oké, kit érdekel? That's one thing that you lack, but who cares? Who cares that you lack? Attól még azt mondhatom. Oké, Uram, jövök. Szükségem van rád. Right, Lord, és nem kell semmi hozzá. You. Tudod, a temetők tele vannak emberekkel, ha nem lennénk olyan udvarias, azt lehetne írni a, polite, arra a kődarabra ott, hogy ó, ha lett volna nekem, de oh, hát nem volt. If I had had, but I didn't have. Hogy ó, bárcsak meg lett volna nekem oh, valami, de hát sajnos nem that, volt. But I didn't have that one. Ezért itt nyugszom én egy so senki. That's why I rest here and I'm a nobody. És tudod, és hogy ez annyira nem kell, hogy igaz legyen and ránk. This is, this doesn't need to be 2 true Péter for 1:3. Us. In 2 Peter 1:3. Azt mondja, az ő Isten ereje mindennel megajándékozott minket. It mindennel megajándékozott minket, that his divine power has given us ami az életre, all things, és a kegyességre, és ez azt jelenti, az Isten szerint valóság,
Istennel járás. All things that pertain unto life and godliness. És tudod, mindennel megajándékozott minket. Ó, de nekem everything. Annyi minden nincs. Oh, but I lack so many things. Oh, okay, de tudod, mit van? All right, but do you mindened know what you megvan have? Arra, hogy járj Istennel. You have everything you need hallottad, to walk with mindened God. Megvan. Have you heard that you have mindennel everything? Megajándékozott minket. He has given ami us az everything életre és a kegyességre való. That pertain to life and godliness. Nem egy-két dologgal. Not only nagy a couple of things közötte, and a couple of holes between these hanem, things. Hanem mindennel megajándékozott. Ajándékozott but minket. He gave us everything. Ó, pásztor, te tudnád, hogy mennyi minden oh, pastor, hiányzik nekem if you az knew életemből. How many things I lack nem in my számít, life. Hanem, hogy ő megajándékozott minket azzal, amire but szükségünk what matters van, is that he gave hogy vele everything we need in tudod, order az to az walk ember, with him. Akkora hiánya van. A person who has such a great lack. Ó, el se hiszed, annyira lehetséges. You can't even believe annyira it's so lehetséges. Possible. It's so a legnagyobb bűnös ebben a városban. The greatest sinner in this city. Annyira lehetséges, hogy egy nap Isten hatalmas szolgája legyen. He's going to az be kegyelméből. Servant és már láttuk of God ezt. By his grace. És and már we've seen láttuk that. Ezt. We've seen a legmocskosabb homoszexuális, a legutolsó bűnöző, the last a legkorruptabb politikus, the most corrupt politician, a legmocskosabb férj, the filthiest husband. Isten legnagyobb emberévé lehet. Can mert nem az the számít, person hogy milyen nincs God, meg, because it doesn't hanem matter az what számít, he lacks, but what matters is hogy Isten that God lehetővé teszi. Makes it és ha hozzájövünk, and if we come to him, akkor ő megadja ezt. Then he gives it to us. Akkor nincs semmire szükségünk. So we don't need anything. Egy külső értelemben így van. In an external sense, that's true. De csak két vers befejezésül. But only two verses in closing. 57. Zsoltár 8. 57:7. Azt mondja, kész az én szívem, ó Isten, kész az én szívem. Hadd énekeljek és zengedezzek. My heart is fixed, O God, my heart is fixed. I will sing and give praise. És miről szól ez? What is it about? Oh, tudod, gyönyörű, amiről beszél. This is beautiful, what mert, it talks about. Mert ez nem egy ideális helyzet. Because this is not an ideal situation. Ez a Zsoltár this psalm nem valami kolostorban íródott. It wasn't written in some monastery. Nem valami elvonult, biztonságos helyen. It wasn't written in some secure place. Hanem Dávid akkor írta, amikor csapdába akarták ejteni. When people wanted to trap him. És azt mondja, kész az én szívem, kész. And he says, my az én szívem fixed. Szilárd. My heart is az én fixed, szívem solid. Áll. Az én szívem rögzült, az én szívem my rendben heart is van. Fixed. It's, kész it's vagyok. Okay. It's fine. Ez erre I'm ready. Van szükségem. And this is what ha I ez need. Megvan nekem, if I have that, akkor rendben vagyok. Then I'm all akkor right. Lehet imádatom. Nem then számít, mi hiányzik. It doesn't akkor lehet matter what szolgálatom. I lack. Then nem I can számít, have ministry. Mi nincs. It doesn't matter what I lack. Akkor lehet imám. Then I can have örömöm, prayer, I can have szeretetem, joy, I can have love. Bátorításom, dicséretem. I can have encouragement and mert worship. Mert a szívem. Because my heart. És hogyan lesz az én szívem szilárd? And how will my heart be fixed? És tudod, mint a tengelyen a kerék. It's like the axle is fixed on the wheel. Hogy ott a kerék, és ha a tengely stabil, the wheel, and if the axle is stable, akkor a kerék is az lesz. Then the wheel will mozog, be stable. De stabil. It moves, és így vagyunk still, mi is. It's stable. Az Úrban van a bizodalmam. Itt van. My trust is in the Lord. Azt mondja, ó Isten, it says, oh God, hadd énekeljek, hadd zengedezzek, én benned bízom. Let me sing and let és me ez annyira praise fontos. Because I trust in you and tudod, this is so important. Nézel, ami hiányzik. If you look at the things that you lack, soha nem mész el egy konferenciára. You will never go to a conference. Ah, nincs elég szabadságom. Ó, nincs elég, oh, tudom. Lehet, hogy igazad van. Okay, tudod, én nem vitatkozom vele. Maybe you're right. I'm not going to argue with you. Nincs elég pénzem. I don't have enough money. Soha nem fogsz tudod elmenni egy missziós útra. Then you will never go on a mission trip. Soha nem fogsz tudod. You will never. Isten azt mondja neked. And God says to you. Hey, erre. Hey, this way. És neked egyből ott van a lista, ami and nincs. Then you have the list of things that you lack. És Isten azt mondja, okay. And then God says, rendben. All right. Te döntesz. Fine. It's your decision. Te döntesz. You én hívlak téged. I just call you. És bíz bennem. And trust me. Pastor Virgil mondta. As Pastor Virgil said. És ahogy ők vannak. And as they are. Messinában, ugye? In Messina. Így vannak ott. This is how they are there. És még egy vers. Az and egyik a szívem. Verse. A másik one Róma 12:1. And the other verse is Romans 12:1. Azt mondja. It says. Szánjátok oda a ti testeiteket. Present your bodies. Adjátok oda a testeteket. Give your Istennek. Bodies nincs to God. Sok. There's not much. Nincs sok, amim van. There's not much that csak I have. Csak ez a testem. I don't have much, only esetleges this body. Gerincbajommal.
maybe I have some spine problems. Esetleges, mit tudom én, vese problémáimmal. Kidney problems. Esetleges láb problémáim. Lehet, hogy nem tudok fölkelni az ágyból. Maybe I cannot even get up. De Uram, ez a tiéd. But Lord, it's yours. Nem tudom, mennyit ér, de a tiéd. I don't know how much it's worth, but it's yours. Uram, a tiéd, mert Lord, ezt mondod nekem. És ez a kettő, kész van a szívem. And these two things, my heart is fixed. Ez, Uram, ez a tiéd. Lord, this is yours, Lord. Ez a tiéd, Uram. This is Szeretnék yours. Veled járni, I would ebben. Like to walk with you in this. Amint a szívünk, as our hearts, úgy lesz a testünk. Are that way our body will be. És tudod, ez az, amit teszünk. And this is what we do. És hogyha ez a kettő kész van, and if these two are ready, akkor nem tudhatjuk, hogy milyen messzire visz minket Isten. Then we cannot know how far God will take us. Tudod, és csak tudod, annyira könnyű. And it is so easy. Ránézni arra, ami hiányzik. To look at what we lack. Tudod, értem, igen. I mean, yes. Tényleg, tudod. Really. Tudod, Isten áldjon. God bless you. Szeretlek. I love you. És Isten szeret téged. And God loves you. És tudod, ha azt mondod a mai estén, if you say tonight, én nem tudom imádni Istent, but I can't praise annyi God, minden hiányzik. I can't worship him because I lack téged. So many things. Then imádkozunk we love you, érted, and we pray for you. De nem értünk egyet veled. But we don't agree mert tudjuk, hogy imádhatjuk Istent that we can a hihetetlen hiány jelenlétében is. We can worship God in the presence of 48. that great lack. Zsoltár 15-ben azt mondja, hogy ez a mi Istenünk, és ő vezet minket egészen a halálig, hogy Isten vezet minket, és meddig vezet? Egészen a halálunkig. És egyszer csak ott a halál, és odáig elvezet Isten, és keresztül, és odáig vezet engem, és elvisz engem végig. És azt mondja valaki, te nem érted, annyira beteg vagyok, annyi minden hiányzik, annyira szegény vagyok, én nem imádhatom Istent, én nem járhatok vele, én nem tehetem az ő akaratát, túl sok minden nincs meg nekem, nem lett meg az a férj, tudod, nem lett meg az a feleség, nem lett meg az a gyerek, nem lett meg az a lottóötös, nem lett meg az a, tudod, nem lett meg az a, nem tudom, előléptető, és annyi minden van, ami hiányzik, hát nem érted? De értem. Yes, I understand. Tudod, azt mondod, nem lehet hitem. You say, azt mondom, sajnálom, nem értek egyet veled. No, I say, I'm sorry, I don't sajnálom, agree nem with értek you. Egyet veled. I'm sorry, ez nem azon múlik, hogy rendben mennek-e a dolgok. It's not about things going well. Értem, hogy nehéz, de lehet hited. Bízhatsz Istenbe. Nem számít, hogy minden hiányzik. It doesn't matter how many things you lack. Járhatsz ő vele. You can walk with him. Amen. Amen. Drága Urunk, dear Lord, köszönjük neked. Thank you. Te dicsőséget, kijelentését az igében, hogy neked nem kellett semmi, you, sőt, you didn't need annyi minden hiányzott, what's more, annyi minden nem volt so meg, és te mégis so szolgáltál, mégis still, érintettél, mégis áldottál, keresztel, ahol már igazán nem volt semmid, really nem volt méltóságod, dignity, nem volt jogod, rights, még bűnné is lettél, Uram, sin, még ott is there, szolgáltál, áldottál, megmentettél. Köszönjük Istenünk, és imádkozunk, adj nekünk bölcsességet, Uram, adj nekünk tekintélyt, adj nekünk vezetést, ne a hiányunk szerint járjunk, hanem te szerinted, ne a hiányunk, vagy azok a dolgok szerint járjunk, amink vannak, hanem te szerinted, hogy rád nézzünk, Urunk, hogy rád nézzünk, hogy odaadjuk a két fillérünket, hogy feltegyük Izsákot az oltárra, és azt mondjuk, Uram, benned bízunk, veled járunk. És úgy vagy itt a mai estén, soha nem írtad Jézust a szívedbe, hozd meg ezt a döntést most, kérlek téged, nézed az interneten, még soha nem döntöttél ő mellette, hozd meg ezt a döntést ma este. Mondd azt neki a szívedben, Jézus Krisztus, hiszek benned, rád bízom az életem, ments meg engem, nem az érdekel, amim nincs, I don't care about the things I lack. Még az sem, amim van.
I don't even care about the things I have. Tudom, hogy bűnös vagyok. I know I'm a sinner. Ments meg engem, Jézus. Save me, Jesus. Hiszek benned. I believe in you. Rád bízom magam. I entrust myself to you. Adj nekem új életet. Give me a new life. Új szellemet. Give me a new spirit. Tégy mindent újjá az életemben. And make everything new in my life. A életedben először. If this is the first time Jézust in your life. Hívod. Ha most imádkoztál így először, akkor amint minden fej meghajtva, kérlek csak egy pillanatra tedd fel a kezed, szented le újra, van-e valaki, aki meghozta ma ezt a döntést? Rendben, mennyei atyánk, köszönjük neked, áldunk és magasztalunk téged, tőled várunk. Amen. Amen. Halleluja. Oké, nagyszerű napok elébe nézünk. We are going to have great days. És tényleg nézzük, hányan tervezitek, hogy itt lesztek az ebéd reppen, vagy délutáni áhítaton, 3 órától holnap után? The hányan tervezitek, hogy itt lesztek este 6-tól? Hányan tudtok jönni? How many can Kérem, come ben, at 6 azok, akik nem tudtok jönni, imádkozzatok, aztán lehet, hogy megnyílik az ajtó. És legyen egy nagyszerű közösségünk Isten kegyelméből. Let's have a great fellowship by the grace és of még God. Egy, and one more thing. Ne felejtsétek el, kérlek, don't forget, hogyha van elég érdeklődő, akkor jövő héten péntek délután és szombat egész nap Szlovákiába kirándulunk. If there will be enough people to come, then on Friday and Saturday we go to Slovakia. Következő héten. Next week. 15-16-án. On the 15th and on the 16th. És ahhoz, hogy tudjuk, hogy érdekel. And in order for us to know ahhoz, that you're interested. Ahhoz olyan 3500 forinttal jelentkezned kell a like 305, Jánosnál. Ugye, János, hol vagy? 3500 forints. Meglépett. Biztos elment fűteni. Akkor nem tudsz jelentkezni, akkor so nem megyünk, sajnálom. Ah, nem viccelek, nem. Jánosnál lehet jelentkezni, János, de kérlek, hogy, so kérlek, hogy kérlek, hogy ha érdekel, akkor jelentkezz. So please, if you're interested, then sign up with him. Isten áldjon benneteket. Kérlek, álljatok fel, énekeljünk még egy dalt, és aztán el vagyok bocsájtva. És béket találsz, jöjj az Úrhoz, a szíved sovárom, jöjj az Úrhoz, és áldassa lesz, mert az ő jelenléte felvidít a szívnek remény, és erőt ad, jöjj, imád az Uram, ülj asztalához. Érezd jóságát, jöjj, imád az Uram, mert Jézus képes átvenni tőle. Szívedre dicséret palástja hull, és hirdeted, hogy Krisztus úr, imád az Uram. Down your burden, come to the Lord, lift up your hand, come to the Lord, life He has given, come to the Lord, Savior and friend, for in His presence His joy overflows, hope for the heart, strength for the soul. Worship the Lord, for He is able to lift your hands.
ő jelenlétette vidik a szívnek remény és erőt ad, mert az ő jelenlétette vidik a szívnek remény és erőt ad. Asztalához érez jósságát. Jöjj, imád az Uram, mert Jézus képes átvenni terhet. Jöjj, imád az Uram, jöjj asztalához érez jósságát. Jöjj, imád az Uram, mert Jézus képes átvenni. Dicsőség neked, szeretünk. Glory to you. Köszönjük ezt az üzenetet, Jézus. Thank you for this message, Jesus. Csak imád őt, just worship the mert méltó az Úr, because the Lord szent is worthy, holy, és hű. And faithful. Köszönjük, Urunk, imádunk téged. We worship you. Szeretünk. We love you. Hallelujah.